mert tisztelettel, szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévő családtagokat, gyerekeket, felnőtteket, ismerősöket, rokonokat, távoli és közeli barátokat, mindenkit, aki megtisztelte Őszegi Csaba és Lánya Szofi mai kiállítás megnyitóját. Neked is itt a helyed egyébként, elmondanám. Mi a Figaróban mindig is fontosnak tekintettünk arra, hogy a helyi értékeket, a kisújszállási értékeket megjelenítsük, és ezért is megtisztelő volt számunkra, hogy Csabának sikerül megrendezni élete első önálló kiállítását itt kisújszálláson a Vigadóban, még ha egy kicsit elszármazott is kisújszállásról, de ebből is látszik, hogy ez a kiállítás itt létrejöhetett, hogy azért a szíve hazahúz, és innentől kezdve egy kicsit olvasok, jó és szemüvegben. Mérő László professzor körülbelül 2 hete tartott előadást itt a Vigadóban a mesterséges intelligenciáról. Igen, csak elgondolkodtató volt az az előadás, és némi inspirációt is adott a mai köszöntő gondolataimhoz, aminek a fő mondani valója talán az lehet, hogy én bízom benne, hogy még nagyon-nagyon sokáig lesz lehetőségünk tehetséges hús-vér, Kőszegi Csabák és Szofik alkotásában jövőrködni. De azért eljátszottam a gondolata, és kértem a mesterséges intelligenciának mondott valamit, hogy írjon nekem néhány gondolatot a mai kiállításhoz kapcsolódóan. Higgyék el, nem lustaságból tettem ezt meg, tényleg érdekelt, hogy néhány Csabához és Szofihoz kapcsolódó kulcsszó megadásával milyen gondolatok jutnak eszébe a láthatatlan beszélgető partnernek. Ha nem haragszanak, meg felolvasom ezt mindenféle változtatás nélkül. Mondjuk ez az 5. változat, amit sikerült belőle kisikarnom, az egyik, másik nem tetszettek a verziók, de nem volt sértődés, jött az újabb verzió is. Íme, tehát átadom a szót a mesterséges intelligenciának. Na végre itt a nagy pillanat. Ma este ünnepelünk egy kicsit, és nem csak azért, mert megnyílik a kisújszállási Vigadóban egy kiállítás, hanem mert itt vagyunk mindannyian, hogy megcsodáljuk Kőszegi Csaba és a kis Szofi művészetét. Csaba, meg kell mondjam, nem tudtam, hogy a tetoválás mellett ilyen jó vagy az akvarellben is. Bárcsak mindenki olyan sokoldalú lenne, mint te. Ismerlek és tudom, hogy az alkotásaid jobbak, mint a vicceid, csak viccelek persze. Tehát ez honnan jött a mesterséges intelligencia? De jött. És Szofi, te kis csoda, ha már most ennyire ügyes vagy, akkor mire számíthatunk, amikor nagy leszel? Szóval köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok, és támogatjátok a művészektől hemzsegő családot. Legyen ez az este tele nevetéssel, inspirációval és persze remek alkotásokkal. Hajrá kisújszállás, mert mai este mi vagyunk a művészeti forradalom középpontjában. Tehát eddig a mesterséges intelligencia köszöntője, de azért szóval a fentiek alapján én azt gondolom és remélem, hogy mindig is szükség lesz az emberi gondolatokra, gondolkodásra, az alkotni, feltalálni vágyásra, szükség lesz azokra az isteni szikrákra, amelyeknek például egyik eredmény egy Csaba jóvoltából, mert itt láthatjuk a Vigadó képtárban. Szükség lesz tehetségekre, a vizuális élmény emberi tökéletességére, vagy akár tökéletlenségére, amit ember alkot, amit magunknak, jelen esetben pedig Kőszegi Csabának köszönhetünk. Csaba, én gratulálok, kívánom, hogy sokáig lehet örömet az alkotásban, mert ennek mi is csak örülni fogunk. És át is lesz a szó. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki mondjuk megjelent, és nagyon nagy öröm, hogy sok régi ismerőst látok, és ismeretlenöket is. Írtam egy pár oldal szöveget, hogy legyen ülő puskázat, de megpróbálom nélkül elmondani. Igazából Lajos mindent elmondott, úgyhogy nem egyeztem. Szóval én csak annyit szerettem volna mondani, hogy nekem nagyon fontosak a kisúszállási gyökereim, és mikor az első felkérést megkaptam egy önálló kiállításra, ez egyébként majd Nagy Kanizsán lesz ősszel, akkor éreztem azt, hogy hát itt valami történik, hiszen csak másfél éve kezdtem el festeni, akkor még annyi sem volt, ugye? És hogy itt valami történik, és mindig is úgy gondoltam, hogy ha lesz valaha egy kiállításom, akkor nagyon szeretném, hogy a legelső az mindenképp itt legyen a szülővárosomban. És hát Lajossal fölvettük a kapcsolatot ezután, és hát állva jó Istennek, teret adtak a képeimnek. És maga ez az egész festés, hogy hogyan is jött nálam,
arról beszélnék most egy kicsikét. Sokszor láttam már akvarell festményeket, és mindig is lenyűgözött az, hogy olyan egyszerűek, könnyedek, valahogy jobban tetszettek, mint az egyéb más ilyen olajfestmények, vagy akril festmények. És egyszer szembe jött velem a YouTube-on egy videó, ahol egy japán bácsika festegetett akvarellel, és nagyon egyszerűnek tűnt az egész. Akkor gondoltam, kipróbálom. Hát nem igazán jött össze a dolog, hát ennek a kulcsa az, hogy jó anyagokkal kell próbálkozni, nagyon fontos a papír például, az nagyon sokat számít, hogy milyen papírra festünk, és persze a festék is, hogy az milyen minőségű. Az ecset az már szerintem kevésbé. És akkor, mikor kipróbáltam, hát ugye nem jött össze ez az egész, kudarcba fulladt, és nem olyan sokkal később, karácsonykor a kislányom kapott egy akvarell festőszettet, ami egy kicsit profi festékből állt, papírból, és akkor gondoltam, hogy hát akkor ez most egy jobb cucc, kipróbálom újra. Keresem egy egyszerű videót az interneten, és megfestettem életem első képét, amire azt mondtam, hogy fú, ez tök jó lett. És onnantól kezdve nem volt megállás, minden nap festettem. Próbáltam videókból egy tematikát felállítva festeni. Először például volt olyan, hogy eleinte egy hétig csak felhőket festettem, utána a következő héten egy hétig csak fákat. És a végén csak össze kellett ezt az egészet gyúrnom egy évbe, és így haladtam úgymond fokozatosan, de a fejlődésben nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy rendszeresen festettem. És sokan, akik elkezdenek festeni, vagy bármit csinálni, igazából ott bukik meg a történet, mikor csak egy hónapon egyszer csinálnak valami gépet, úgy nem lehet fejlődni, energiát, munkát kell belefektetni, és akkor tud az ember bármit elérni szerintem. És hát ugye először videóból tanultam csak, és utána később éreztem azt, hogy most már eljött az idő, hogy elmenjek mondjuk komolyabb művészeknek a workshopjaira tanulni, ami meg is történt, és ott pozitív visszajelzéseket kaptam a művészektől. Ők azt mondták, hogy van hozzá tehetségem, akkor biztos van, de a lényeg az, hogy élvezem csinálni nagyon. És igazából, amikor festek, akkor azt érzem, hogy megszűnik a külvilág, és csak áramlik az az alkotó energia, és ettől jó ez az egész, hogy úgy sokszor magától jön, nem is tudatos, fele tudatos döntés, a másik fele meg az pedig, ahogy mondják, sokan ilyen véletlen balesetek a papíron. De tényleg, és sokan egyébként a művészkörökben azt mondják, hogy az akvarell az mindig egy ilyen lenézett formája volt az alkotásnak, hogy ezt inkább ilyen vázlatolásra használták a művészek. De szerintem nagyon-nagyon szép, már pedig azért, mert azon kívül, hogy az ember egy összképet néz a festményen, utána, hogyha jobban, tüzetesebben, közelről megnézi, akkor felfedezi a nagyon különleges foltokat, ahogy a színek összefolytak, csodálatos színek jönnek létre. És ez igazából ez magától történik, ez a varázslat a papíron, úgymond. És hát részben ez is, ami fogott ebbe az egészbe. Aztán idővel ugye nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a képeimmel kapcsolatban, és akkor úgy éreztem, hogy én szeretném ezeket így benevezni, vannak ilyen kiállítások a világ minden táján, és aztán jöttek az úgymond első ilyen sikerek, hogy beválogatták a képemet. A legelső képem, ami beválogatásra került, az egy ilyen nagy hajós kép volt. Ez egy Fabiano in Aquarello, az az egyesületnek a neve. Ez az akvarellistákat összefog egy ilyen világszövetség, ennek Olaszországban, Bolognában van a székhelye, és 84 tagországgal rendelkezik, és minden évben tartanak egy hatalmas nagy rendezvényt, ami az akvarellről szól. Ott van ugye egy nagy kiállítás, van expo, ahol lehet venni eszközöket, és vannak művészek, akik élőben festenek, és meg lehet ezt tekinteni. És a lényeg az, hogy országonként 15 darab képet lehetett így beválogatni erre a kiállításra, és Magyarországon volt 30 nevező, és akkor ebből kerültem be abba a 15-be, és
hát lehet csak mázni volt, nem tudom, utána volt egy másik, az pedig a Japán Nemzeti Akvarell Társaságnak a zóna egy kiállítása volt, oda válogatták be az egyik képen, mert az is ilyen szintén hajós volt, hát gondoltam, hogy a hajós az már egyszer jön, és egy hajósat küldök. És most legutóbb, ami pont így egy, nem is tudom, két héttel ezelőtt kaptam az értesítést, az pedig egy ilyen, van egy műveli székhelyű galéria, azt mondom, Terravádan az a neve, és itt Budapesten van egy ilyen testvér galériája, a Golden Duck galéria, ez Pesten a Rádai utcában van, és ott lesz egy ilyen nagy kiállítás, hát nem is tudom, majdnem 100 kiállító lesz, azt hiszem ott mindenféle technikából lehetett nevezni, így festésen belül, és oda beválogatták az egyik akkor elfestményen. Úgyhogy most itt tartok, és reméljük, hogy ez majd így egyre jobb lesz, úgyhogy az a lényeg, hogy imádom csinálni, és szeretnék örömet szerezni a néző közönségnek is, úgyhogy nagyjából ennyi lett volna a mondókám, mindenki lelje örömét a képekbe, és adjatok egy kis üzenetet, inspiráció hullámba a könyvbe, ott az asztalon, jó? És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött ma, mert nagyon nagy boldogság tényleg, hogy és olyan arcokat is látok, hogy nagyon messziről jöttek, ugye? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és kérdezett, hogy be is fejezném a... Jó, én meg majd mindjárt megnyitom a kiállítást. Jó, mindjárt ja, akkor ezt annál megnyitom a kiállítást. Illetve engedjenek egy gondolatmenetet engedjenek meg. Először is mindenképpen szeretném megköszönni még Szepesi Nő Kati kollégámnak, hogy segített a kiállítás összeállításában. Szerintem nagyon jó közös munka volt, ugye? Nagyon, igen. Ő volt a fő kritikusom, és nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. A másik pedig, ugye beszéltük Csavával, gondolkodtunk, hogy kellene egy prominens személyiséget fölkérni ide a kiállítás megnyitóra, de hát mi maradtunk, ugye nem probléma. Kettedjék meg a kiállítás, de a továbbiakban Csaba néhány vidám kuplét szeretne elénekelni, majd Schubert a zongorán. Én egy szavlattal és egy bankbár operáriával készültem, és tényleg fináléként egy közös táncra. Igen, egy szalszak bemutatóval. Természetesen nem így lesz, kezdődhet a művész simogató további jó szorakozás, kívánok tessenek fogyasztani, és jól érezni magukat még közben. Köszönjük szépen!